Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Egy napi horoszkóp az indiai számítás szerint, illetve ez a felvétel több napra szól, hiszen az energia hasonló. Mégpedig november 2-ától november 6-áig. Az indiai asztrológiában vannak az úgy nevezett jógák. Ezek bizonyos kapcsolatok a bolygók, a nap és a hold között. Vannak az ujjaink jógái is. Ennek van gyógyító hatása. Most mutatom a víz jógát, vagy a folyó jógáját, hiszen ennek van egy tisztító hatása a testünkben is. Azon kívül segít ez az új gyakorlat abban, hogy előre menjenek, folyamodjanak az események úgy, ahogy te elképzeled. A gyakorlat nagyon-nagyon egyszerű, hiszen a hüvelyk ujjunkat így befele fordítjuk, a többi új kifele mutat. Amikor belélegzünk, kicsit összenyomjuk. Amikor kilélegzünk, elengedjük kicsit a hüvelyk ujjunkat. Mutatom a gyakorlatot. És most megnézzük azt, hogy milyen események várhatóak a párkapcsolatot illetően. Hiszen én ezt tekintem meg a napi horoszkópokban. Mars bolygó az utal ugyan az élet erőnkre is, de jelenti a férfiakat. Vénusz bolygó utal ugyan a szerelemre és a művészetekre is, de jelent bennünket, hölgyeket is. A Mars bolygó és a Vénusz bolygó között van egy jó kapcsolat. Hiszen Mars bolygó az ikrek jegyében mozog, visszafele halad, és vissza is fog térni a bika jegyébe. Ez jelenti azt, hogy valaki gondol rád a múltból, vagy jelentkezik újra nálad. Ez a visszafele mozgás jelentheti azt is, hogy fáradtak, kimerültek vagyunk, kell a visszahúzódás, vagy azt is jelentheti, hogy a társad, a lelki társad jelenleg visszahúzódó. Mégis van kapcsolat, egy szép kapcsolat. Hiszen Vénusz bolygó az a mérleg jegyében van, a levegő elemében. És Mars bolygó az ikrek jegyében szintén a levegő elemében van. A levegő eleme fűz össze bennünket. Ez jelenti a szabadság érzetét, a játszadozást, a könnyűséget, az ötleteket, a terveket és a kommunikációt is. Azon kívül Merkur bolygó szimbolizálja beszélgetéseket, és Merkur bolygó szintén a levegő elemében van, a mérleg jegyében. Tehát itt most jó a kapcsolat, lehet egymással beszélni. Ehhez hozzá tartozik még az is, hogy a hold jó hatással van erre ki, hiszen az indiai számítás szerint 2-án, 3-án és napközben még 4-én is a hold az indiai számítás szerint a vízöntő jegyében mozog, tehát a levegő elemében. Itt van egy ilyen háromszög, a hold, Mars és Vénusz között. Ehhez jön még Merkur bolygó energiája, ami jelenti a kapcsolatot, a könnyűséget és a beszélgetéseket. 4-én, úgy délután, a hold eléri a határt. Az jelentheti azt, hogy ettől az időponttól kezdve valami korlátoz bennünket. Ezek lehetnek félelmek vagy bizonytalanságok is. De ez a határ jelentheti az országok határát is,
hogy valaki külföldön van, van külföldi kapcsolat, vagy lesznek utazások, vagy valaki meglátogat téged, át kell a határon. Ugyanúgy, mint hold, át kell a határon, és belép a halak jegyébe. És negyedikétől, úgy este felé indul ez az energia, más a hatás. A hold másképp hat ki a férfiakra, másképp hat ki ránk, hölgyekre is. A hold eléri Jupiter bolygót, és Jupiter bolygó az utal az igazságra, de mutatja az igazságtalanságokat is. Itt van feszültség Jupiter, a hold a halak jegyéből, és Mars bolygó az ikrek jegyéből. Az azt jelenti, hogy a férfiaknak van vagy egy bírósági ügyük, amit rendezniük kell, vagy igazságtalanságok érik őket. Lehet, hogy emiatt majd visszahúzódnak. Ami bennünket, hölgyeket illet, Jupiter bolygó és a hold úgy hat ránk ki a Vénusz bolygó mozgására, hogy kivált bizonytalanságokat, hiszen nem tudjuk, hogyan tovább, hogyan mennek előre az események, hogyan folyamodnak az események. Itt kell a hit, itt kell a bizalom, és az ujjaink jógája, ez a víz jóga segít ebben, hogy mi befolyásoljuk azt, hogy mi fog történni, hogy jó irányba folyamodjanak az események. Negyedikén, napközben van Neptun bolygó és a hold között egy kapcsolat, ez aktiválja majd nálunk az álmokat, a vágyakat. Lehet, hogy álmodunk valamit, és ez az álom közöl valami fontosat számunkra, vagy vannak álmodozások, és kell a hit, hogy ez az álom megvalósulhat. Akkor ez a Neptun és hold kapcsolat szerencsét hozhat számunkra. És én kívánok neked egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderá!